Tehát a tíz fülött amelyából olvasunk, kettes kötet, 16. rész, mondják a Weber oldalszámot. Tehát a Nikodim 10 filája, hiszen a belső reflexió, 20-as pontkéréseket küldön a Kalba TV-n keresztül, a kiválasztott kéréseket pedig a leszke során föltesszük. Mi, mondja Rav, olyan anyagot tanulunk, ami sem az érzéseinkben, sem a mi képzeletünkben, sem a szemünk előtt nem ragadható meg. Tehát nekünk úgy kell viszonyulnunk ehhez, mint egyfajta gyógyszerhez mindenek előtt. Ez egy gyógyszer. Tehát nem az a lényeg, hogy megpróbáljuk megérteni. Nem is lényeges. Ha nem értünk egy büdös szót sem, akkor sem működik. Mit ad ez nekünk? Egy csomó más dolog van, amit megértünk a világunkban. És akkor mi van? Tehát nekünk nyilvánvalóan vannak dolgok, amik a fizikai megértésünkben beletartoznak, és ami nem. Ami túlesik ezen. Ennek az anyagnak az egyedisége pont abban rejlik, hogy mi képesek vagyunk ezt használni arra, hogy a szándékunkat újra aktiváljuk, és a sóvárgásunkat is az elérésre, egy magasabb szint elérésére. Hogyha megpróbáljuk megérteni ezen a szinten valamit, nyilvánvalóan akkor ezt nem tudjuk használni a fizikaiságra, de mégis ezen a módon tulajdonképpen, ha ezt is próbáljuk meg, ki fogod el, hogy előnye sincsenek. Ez, amit úgy hívunk, hogy hogy az okos Tamás, ugye, ahogy mondja a magyar fordítás. Tehát amikor megpróbálunk minden bölcsességet, az éjszakos során, tehát ez a sötétség bölcsessége, ezt így mindjárt kéberül. Tehát nyilván nekünk a reforma fény által kell, megkaptunk azt az előtömet, teremtő ereje, tehát de ez nem az értelme keresztül érkezik meg. Nekünk, mondja Rav, ezt emelkedés során kell megszereznünk, de hogyan? Föl kell fedeznünk, nyilvánvalóan nem megértenünk kell, felfedeznünk kell ennek a lényegét. Ezt önmagában egy új edényként kell, új értelemként kell megragadnunk, új érzésekben. És így függ megérteni, hogy mi is a irányosság és a szándék ennek az egész anyagnak. Tehát még egyszer, itt a mi helyes irányultságunkat kell, a Kabbala bölcsességének a tanulásával irányultságunkat kell megragadnunk, mint gyógyszert. 20-as pont. 20-as pont. Teljes egészében meg kell értenünk a különbséget a fent említett holámban a két állapot közötti különbséget. Az alsó héj állapotát, amely a Nikveinán van az első rosban, az nem ereszkedik le többé a saját helyéről, és az alsó héj a második rosban, amely a Keterde Nikudim, az leereszkedik a zivug, tehát az áb és a szág zivugja alá. És az oka ennek pedig az, ahogy ezt elmagyaráztuk felül, hogy elsődlegesen a párszában lévő korrekció az elrejti azt az erőt, ami az alsó helynek a Nikveináin való felemelkedésében, az a felső rosban való megnyilvánulásának meg, és miközben az alsónak az alsó héja az leereszkedik a pek szájába. Tehát nekünk van a ros a Taburtól fölfele, a Yes út van ugye, és akkor van a rossz, a másik, a kettes alabaima, amely szintén egy másik rossz fej, és ez a második rossz. És akkor az első rossz, azon is megszorítás, semmi nincs. A második rosszon keresztül, az vagy katlut, vagy gadlukban van, az imugdákának megfelelően, ami rossz deszákban van. Tehát, ez az, ahogy nekünk ezt a felosztást meg kell csinálnunk. Az általános tabur felett, tehát van a Jeszut, ez nem változik, ez a Garda Bina, a tabur fölött, és ez Keteri Saba Vöjma, az Adde Bina pedig. Az Katnutban van, és aztán majd el kell érnünk a Gadutot később, következő. Ennek a korrekciónak a lényege, az nem az első rosban történik,
amely jeszút, hanem az első helyen, abban a teremtésnek azon a helyén, ahol az alsó héj összekapcsolódott az első héjjel, és hogy ereszkedik le innen, hogy úgy, hogy utána semmilyen módon nem tud visszaemelkedni. Sőt, arról is beszélünk, hogy a párcában semmi nincs ebből az alsó héjből, ami visszaemelne a Nikvai Neimhoz, az első roshoz. Ezért ő nem tud leereszkedni a saját helyéről, hiszen mert semmi nincs, ami elrejteni az ő erejét. Ezért, miután a párca létrejött az első ros alatt, és az ahap, amely kilépett az első rosból, azok is felosztanak a Gelgátár és Ahapra önmagukban, és így válik lehetővé, hogy a felső héj az leereszkedjen ehhez a Nikvei Naimhoz ebben a fejben, rosban. És ez pedig azért van így, mert a párca elrejti az első héjt a Nikvei Naimban, az első rosban, egy olyan módon, hogy az elsőslegesen a Midatha Rahamimmal és a Dinnel álljon kapcsolatban, tehát, hogy az ítélet és a kegyelem összekapcsolódjon a Nikvei Naimban, az első rosban, és ez egy fix létező gyöker alapján, azonban a párca elrejti a saját erejét megfelelő okból, és nem idéglenesen. Ez azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatosan a fent említett emelkedés és süllyedés valójában a második rossban jön létre. Még egyszer magyarabb. Tehát van a Gálgátápszág, Nekudoddeszág, amely összekeveredik a nehidákkal, amely a második megszorítás és visszaemelkedés a Rosdeszágba. A Rosdeszágban jön egy zivóg a Nikvei Naimnál, amely a Betalefre Simón jön létre, megszorított Betalefen, kettesen, egyesen, és akkor a parcuf leereszkedik a Rosból, a Nikvei Naimból lefele, és ki is terjed lefele. És a Nikvei Naim alatt ami kiterjed, az ugye a Jeszutnak nevezett parcuf, amely a tabor felett van, és még mindig ugyanaz első megszorításhoz úgy viszonyul, hogy Bína. Tehát a Bína az a Gárda Bína, ugye önmagában, amiben nincsen semmilyen megszerzés, ami egyetlen viszonyul az alsóhoz, mint anya, mert az az Adde Bína lesz majd. Az Adde Bína az majd a tabor alatt jelenik meg. Ezt a részt nevezzük úgy, hogy a hap, ugye? Ozen, hotem, pech, tehát fül, orr, száj. Az ozen az a keter, a hotem az az avaveima lesz. És ezek valójában a második megszólítás a katnumnak az elemei. A katnum dolgozik, rajtuk, és ezen túlmenően guf van, vagy zon. A zon is föl van osztva Gágát Enyémre és párszára és az ő ahapjára, amely a párszától majd a sziumig fog tartani, ugye a lezárásaig a partofognak. Alapvetően ennyi a struktúra. Itt azt írja, hogy a párszá az elrejti az erejét alkalmanként. A párszá mondja rá, amelyik a resomra megfelelően emelkedik fel, vagy süllyed le, a resomok pedig az alsó mannyának megfelelően jelenik meg, amikor az első szintemel mant, az a Nehid Ádám Kadmon, amely össze van keveredve a Nekodeszággal, és befolyásolja őt, és akkor a Nekodeszág az meg lesz szorítva, és a mánlemelés az megváltoztatja a katutból a gadlutba a parcufot. Oké, na, de ez a párca erejétől függ, ez oké, tehát a cselekedet a párszában van, vagy a párszán? A párca az mind rossz és mind guf, ugye? Tudjuk. És hogyha nyilvánvalóan az a hely, ahol a számítások történnek, a guf pedig az az eredménye a számításoknak.
Adod nekem a mikrofont, mondja Rav. A Jeszutnak a rossz az a felső, ugye? Ez azt is jelenti, hogy itt állandóan fenn kell tartani a második megszorítást, Rav. A Jeszutnak a rossz is tulajdonképpen a második megszorítás eredménye, mert a zivug a nikveináim magasságban történik a szágban, és ezért ez már második megszorítás, de a Jeszut az fölé emelkedik a cincumbet pontjának, tehát a Gálgáta irányban. És a zivu pontja alatt pedig az derül ki, hogy mi tartozik a taburhoz, ugye? A geterában vagy most azon. Oké, tehát nekem van a rosdai eszút, amennyire én megértettem, az fenntartja a második megszorítást örökre. Igen. Bár a tabúr alatt, mondja Gilad, megtartja a második megszorítást, majd elérünk még oda, még nem vagyunk itt, mondja Rav, ez ennyire nem egyszerű. Tehát, hogy a tabúr hogyan fogja majd eltörni a második megszorítást, ami majd felemeli a törést. Ez nem egy egyszerű dolog. Aztán kell beszélnünk a Jeszútról, de ez még egy kicsit előre megyünk az időben, ha ebben neki megyünk most. Következő. 21-es pont. Még egyszer mondja Rav, ne felejtsétek el azt, hogy ez egy gyógymód, egy gyógyszer, amely a legfontosabb dolog. Tehát az összes bölcselkedés, az csak bölcsevé tesz bennünket, de nem érünk el semmit. 21-es pont. És emlékeznünk kell arra, hogy valójában két zivugra van szükségünk, amely a Hopmad és a Binának a nikodinón belül való kapcsolatára utal, hogy ezt elmagyaráztuk felül. Ezek gyakorlatilag a hitlassúbb neherde keterde nikodim, az azt jelenti, a mohin összekapcsolódnak a huptum mohinokkal, amelyek gyakorlatilag a Jeszodnak a ragyogását jelentik az alkalomon belül, és ez a suru pontja a Hubde Nikodimban. Ez pedig azt jelenti, hogy Zivuk de Nehi de Keter segít, az egyetlen, ami segít a Hubnak, azaz a Behin Rosh de Nikodim, mintha leereszkedne az alsó héjjal a pek magasságába, hogy a Hub vissza tudjon térni a rossz állapotába. Azonban ez nem segít ebben egyáltalán, mert a Gufde Nikodimban valójában a hét alsó szféra van, ahogy írtuk, a 10 helyet. És ilyen módon a Nehi de Adam Kadmonnak a ragyogása az Adam Kadmonban az szükségszerűen azt jelenti, hogy az alsó héj önmagában leereszkedik, és ez itt a Hub megkapja ezt a ragyogást az alsó héjből, a Jeszodból, mint Vav, és amely csak egyetlen pont ezen belül, az az alsó héj, mivel a Nekuda, az kirép a Hub edényeiből, a fény pedig, amely a Zatnak a legfontosabb pontja, az eljut a Nikudinnak a bínájához, és ilyen módon ő előzetesen a saját helyén elkezd felemelni új szférát. Tehát megint két zivugnak kell megjelenni, a Hopmad Bina Nikodimban, amelyeket felül elmagyaráztunk. Ezek pedig a hitlapsutnak a lényege, amelyen Keterde Nikodimra ráöltözteti a Hubnak a mohinjait, és ennek a Jeszod de Adam Kadmonnak a ragyogása pedig a surupontot adja meg a Hubde Nikodimban. A Neide Keter tulajdonképpen azt jelenti, amikor ő lezvonna az Abaveim a Nikodimból, Katnutból, amikor ő felmekedik a Gadluthoz, ez azt is jelenti, hogy ő magával vissza a Gágáta imának a Nikodim pontját, ezt a Gadlutot hívjuk, hogy az első fajta Gadlut, emlékeztek erre? Tehát kettő van. És a Jeszut de Adam Kadmonnak a ragyogása a suruk ponton belül a Hubde Nikodimban történik meg, mert a Neide Keter az kizárólag a Hubbaval kapcsolatra alkalmas, ami a Rosh de Nikodim, mert azáltal, hogy az alsó héj leereszkedik a pekhez, a Hub visszamekedik a Rosh-ba, az amely már belül. De nem ad semmilyen a Hubde Nikodimnak, ami az alsó hét szíra lenne, ezért a belső Neidáknak a ragyogására szükség van, amely Dalet Gimel, amely 4-es-3-as, amely önmagában az alsó héj tulajdonképpen, majd pedig a Hub megkapja az alsó héjnek a ragyogását a Jeszuttól a Vakban,
mellesleg mondja a Vav az, és a Vav és a Nekuda, ahol a Vav mondja Rav, az van a Pedenikudim, az az alsó héj, de mivel a Nekuda az a húbedényeibe leereszkedik, ezért a fény az lényegében a zádból származik, a Binadenikudimból, és alul ez megadja a születés lehetőségét a megfelelő helyen lévő dolgoknak, és később, hogy ez lett az egyéntöréséhez. Rav. Tehát mi az, ami valóban a Nikudimban önmagában létezik, és amely a Gadlutot fogja okozni, a Gadlut de Zonban. Tehát nyilvánvalóan a Gadlut de Zonban megtörténik azt, ugye, hogy a resimók, Dalet Gevelé, az 4-es, 3-as resimók az Ádám Kádmonon belül, az Akkadon világán belül. Tehát amikor a resimók, a megszületett resimók Betálefbe váltanak a Rosdeszákban, akkor még egyszer mondja, a gyógyszerre gondoltak, a gyógymódra. Ezt kell elérnünk, ezt akarjuk elérni. Amikor ezt elétek, fogjátok meglátni, és tök világos lesz minden. És most az a lelkesedés, ami kell a tanulásoznak, itt kell lennie, de ezt nem szabad átváltanunk tudásba. Nekünk elérésbe kell átváltanunk, és az elérésre kell sovárognunk, nem a tudásra. Tehát a tudásban a nemzetek hisznek, magyarul. Tehát mi nem akarunk jeruzsálemi kabbalistákká válni. 22-es pont. És még mindig le kell tisztáznunk, hogy ismert, hogy valamennyi alsó parcuf, az ráöltözik a felső parcufra a pederostól lefele, tehát a szájtól lefele, és ez teljes egészében le van írva az Ádám Kádmon előző parcuf felkapcsolva is. És ilyen módon ezek a parcufok a Nikudim világában hogy áraznak ki a parcuf de szakból, és öltöznek rá örökre. Tehát miután a ketedben Nikudim elkezd kinyúlni a Sziumhoz, a szak parcufján belül, mégis az a nehi rá kell, hogy öltözzön az első parcufjára az Ádám Kádmonnak, mert Gálgátának nevezünk. És azt is fel kell, hogy kérdezzük, hogy mi történik a Támim de Szág resimóival, az, amelyek gyakorlatilag a fénytávadás után is megmaradnak. Tehát végső soron az összes fényei a testnek távoznak, és visszaemelkednek az ő kiárasztójukhoz a szűrő megtisztulása okán. Még egyszer. 22-es pont nekünk. Teljes egészen vele kell még tisztáznunk, hogy ismert, hogy minden alcsó parcuf az ráöltözik a saját felsőjére, a pederostól lefele. Oké, tehát látjuk a Gálgát és az ab kapcsolatában a Gálgáta a pektől lefele öltözik rá. Na de ez... És akkor feltegyük a kérdést, hogy a Nikudim világa miért nem a szakparcuf állott ki, ráöltöz egyszerűen mindenkor. Végsősorban a Nikudim világának a kezdete a Sziumtól, ugye Sziumig, az a szakparcifának a lényege, és ilyen módon a Nehid Ádám Kádmon ráöltözik az Ádám Kádmonnak a Gálgáta parcifára. Tehát nyilvánvalóan megvan az, hogy melyik zivuk hol történik. Tehát, és ilyen módon a Nehidhez ráöltözik az első parcuf Ádám Kádmonban, és ez pedig, és azt is feltehetjük, hogy mi történik a Támim de Szág resimóival, tehát az ízek resimójával, amelyek megmaradnak a fények távozása után is, elvésősorban. Az összes fényei a gufnak, azok távoznak, és visszaemelkednek az ő kiárasztójukhoz a szűrő megtisztulása okán. Ugye ez a rossz, de ami még zavaróbb, hogy hol van a kitöltése a gufdeszágnak a tabúrtól a pehig, és honnan származik mindez, miután a fények távoztak innen. Az összes parcifiában az alsónak érezni kell, és rá kell, hogy öltöztesse a felsőnek a gufját a fények távozása után, azonnal a Nikudim parcifia az nem tud ráöltözni a saját felsőjére, amely szág, hiszen ez a szimrum lagnim alatt alázuhan, és ilyen módon kitölti ki ezt, miután a fények távoznak a teremtőhöz, vagy visszavonva a teremtőhöz. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nekünk pontosan meg kell ragadnunk Arinak a szavait itt, aki azt írja, az összes fény, amely a taburon keresztül terjed, amely a jesszút, amely a taburig ér,
ezek bár az ináim állapotból származnak, mégis össze vannak oldatva az akudimmal, hiszen a Nikvei Nándoros deszágból származik ez az általános taburik, és ilyen módon ezek megkülönböztetnek egymástól, azonban csak azok a fények, amelyek a tabur alá terjednek az ő lábujáig, ezt hívjuk nekudotnak, ami most itt egyedül álló módon, és egyedül is van. Ezen keresztül meg kell, hogy értsük, hogy miért van az, hogy a fények, amelyek az enáim állapotában érkeznek, aki most valójában a szakparcifának a teremtőjének minősülnek, azok megpróbálnak összeolvadni az akadémia szaggal, amelyek soha nem voltak a taburon túl, és minden alsó, minden parcuf, ami alsó parcuf, az rá kell gyorsan a felsőre, a tabur, taburig, és ez még mindig azt jelenti, hogy egyáltalán nem ragadtuk meg ezt, nem tudtuk összekapcsolni, és nem tudtuk elnyelni mindezt. Mi van az, hogy tehát a jelszótot nem veszük figyelembe, tehát az áb nem olvad össze a gágáltával, a jelszótot akkor miért próbáljuk meg a nekudottal összeolvasztatni? 23-as pont. Itt teljes egészében emlékeznünk kell a teremtés összes elemére, amely az alsó partuftól a felső partufhoz való felemelkedik. Csak itt néhány említsünk meg ezek közül. Az elsődleges faktor a partuf születésénél a szűrő megtisztulása egészen addig, amíg formálizésre nem jut a teremtőjével, a partuf maga. Ezáltal az összes esimó a guf szférájából felemelkedik a macióza teremtőjét, amely a guf testéből való fények távozása is megmarad. És ilyen módon a szűrő összekeveredik a Malkut de Rossz magasságában, azt úgy hívjuk, hogy teremtő, és akkor a resemúk megújulnak, mégpedig egy felső zibúg segítség a rosszban. Amikor a vaskosság az alvéjút a testben felismerésre kerül, akkor ki kell lépni a rossz állapotából, és a guffával kell fordultani mindent, úgy ez az elején volt. De nyilvánvalóan nem a tabur feletti részekre kell vonatkozni, hanem egy szinte feljebb kell nézni, mint ami a tabur, és az utolsó állapot az mindig eltűnik a fény megtisztulása által a visszavert fényből, mert azokhoz kapcsolódó resimó nem is érik meg. És az azt jelenti, hogy ez mindig az utolsó állapot, ami eltűnik, az a tabúrnál lévő állapot, és ez megfelel a gufban, a felsőben lévő szűrőnek, és ez a tabur fölött a tabur, a felsőnek a tabur fölött van egy szinten. És ez az irányítása, hogy ez minden parcuf irányítva van. A Nikudinnak a parcufja, amely május bondák, azok kiárasztják a saját felsőjüket, a szakdágot, és ilyen módon a fent említett sorrendnek megfelelően alakul ez ki. A szűrő megtisztulása pedig azt jelenti, a Szagde Ádám Kadmon parcufjában, hogy ez formézésre kerül a formában, cúrában a kiegyenlített a teremtőbe, ami a Malkut de Rossz de Szag, és az összes resimót felemeli, amelyek megmaradtak a szűrőbek a visszaemelkedésében, és mintha ezek megítják a rossznak az ivugját, és az összes vaskosság felismerésre került, ezek kilépnek a rosszból, és leereszkednek a megfelelő állapotban a gubban, azaz egy szinten följebb, amely a Tabor de Szágnál voltak, és ezt a helyet úgy hívjuk, hogy Hazed de Szág, és a Hazed Ábtól emelkedik majd fel a 10 szférája a rossznak, és jön létre az ivug a rossban a felső erő állt, felső fény által. És a Hazeszaktól lefele a guf 10 szférája jelenik meg, tok és top formában a taburon keresztül, azaz a Siumraglam de Szagon keresztül, és ez a sorrendje az összes parcufoknak. Folytassuk. 24-es pont. És ismert valójában, most olyan magyarázat magyarabb. Tehát ismert, hogy ez a guf de szágnak a szűrője megtisztul, és felemelkedik a Malkut de Rossz de Szágba, azaz a Nikvei Naimhoz, a Beinálef de Rossban. Ez magába foglalja az összes resimót, amely megmarad a Zond Adam Kadmon fényeinek távozása után, és ki fog derülni, hogy ez a szűrőnek ez a megtisztulása a guf de szágban egy hatalmas mértében különbözik minden más parcuftól, hiszen ez két állapotú resimót foglal magába, és ez egy két elválasztott parcuf is jön létre, az első, az a resimó, amely megmarad
a Gágártád Dádám Kadmon zonjának a mozgása után, ez pedig eltávolodik egymástól, mert ez a resimó maga, az a Beina Bet szűréből származik, az onnak Dádám Kadmonnak a resimója pedig a Beina Bet szűréből származik. Ezért, amikor ezek összeolvadnak a maszakkal, mely felemelkedik a zivug, a rozsdeszág felsőjének a zivugjában, kétfajta zivug jelenik meg ennek eredményeképpen. Az első önmagában a saját elsőre megfelelően, amelyek azt jelentik, hogy ezek a tabútól lefele kiterjedő fények, és erről van mondva, hogy itt ez elnyeli az akudimokat, és a ragyogás, ami megmarad, ezt már említettük, tehát amiután az ő vacskossága felismerése került, és a szűrő pedig leereszkedett a toktól az hazéig, ez 10 filált emel a gúfban a hazétól, egészen a szűm raglámig, de a szagon belül, azaz, ez lesz a tabur Dádám Kadmonnak a helye. A második zivug, amely azokon a resimókon történik, amelyek a Benedeletből származnak, tehát 4-es-3-as, az 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 Orde Nekodot de Szág, amely ráöltözik erre az óra a Gágáta de Adam Kadmon parcufjában, és a Benedelet az összekapcsolódik ezekkel, ismétli Mose, és ez az a fény, amely az Ináimtól kiterjed a tabur de Adam Kadmon alá. Ari pedig elmagyarázza ezzel kapcsolatosan, hogy ez az egyetlen, amit Nekodotnak lehet hívni, mert ez valójában az alsó állapotból, az alsó héjnek a lehezkedésében jelenik meg, az Enáimból a szájhoz, és akkor üt héjvá félz a habban van. Mit mond itt, mondja arra, hogy tehát van két resimó, az első, ami megjelenik, a másik pedig, és meg is osztja a parcufot, a Nikodimban mondja arra, és, tehát ez a Jesszudban indul, amely megpróbálja elnyelni a Nikodimot, és a ketedd Abraima, az azt jelenti, hogy az Abraima megjelenik a Gadlutban. Tehát itt alig kell figyelmenünk, hogy mi történik. Itt van egy vonal, mondja Rav, amiről mondva van. Hol van, mondja Rav? Te mehetek majd 5-6 vonalat, amikor aztán ugye, ami a hely szóval kezdődik. A Tabur de Adam Kadmon helye, ugye? Tehát itt kell megragadnunk az összes idézetet megfelelő módon. Tehát ez 22-es pont. És a Tabur de Adam Kadmontól van a lezáró malhut, és ez felett pedig kérdéses minden, hogy ezt majd külön kell megvizsgálnunk, és nyilván a 66-os kérdés adott válaszból is meg kell majd ezt vizsgálni, a kérdések és válaszok táblázatban folytassuk. 25-ös pont. És valóban a fent említett felosztása két parcusnak a tabúrtól felfelé és a tabúrtól lefele, az valójában a szág parcufjában gyökerezik, még akkor is, hogyha ő megtisztult, és emiatt, ahogy Ari leírja az állapotot, ezek támimokra és nekodotrekra oszlanak föl. A támim de szág valójában az a része a szágnak, amely nem keveredett össze a belső mános bonddal, amely megfelelhető az abaimának, ki a tabúrt Adam Kadmontól lefele kérdésre, és a nekodott de szág, a szágnak ez a része, amely rá van öltöző, és ezzel van kapcsolódva a belső mával és belső bonnal, amelyek tulajdonképpen Jeszutnak felelnek meg a tabortól lefele. Így. A szág parcufjában a hátulja valójában ez az, amely két szeparált parcufot mutat, ez mindezekből gyökerezzik, mégpedig a kapcsolat ereje által, amit a Beina Dalet tud a belső mához és bonhoz kapcsolódva megélni. A felső parcufot táminnak nevezzük, tehát amikor felőle feljön a fény, amely az Abeveima állapota, és az alsó parcufot pedig úgy vetjük, mint Jeszút, amelyet Nekudotnak nevezünk. Ilyen módon elmagyaráztuk, hogy a
a külső parcuf máde bondákban azok az alsó parcufból származnak, a Szagde Ádám Kadmontól, mely utána két parcuf rá kapcsol, oszlik föl, tehát a taburig és a tabúrtól lefele. És amikor mi mind a kettőhöz, mint egyetlen parcuf viszonyulunk, akkor a támion és a nekodott szágok, azok a felsőhöz kapcsolódnak, amelyek gárnak tekintetők, és a takton az alsó pedig vak, amelyen keresztül leírtuk, hogy az avéma a zondátszorúban hogyan viselkedik. Itt egy magyarázat nekünk, hogy ilyen párzamos felosztások történnek a szágban, magyarabb. Van a támjön de szág, a nekudott de szág, és ezek nagyon különböznek egymástól. Hokmanfény, haszadinfény, és a parcuf önmagában, aki mi leereszkedik, az is föl van osztva adakozásra a haszadémon keresztül. Ez a felső része a nekudott de szágnak, és ezek elnyerik a benyomásokat a Daletből, a Dalet Denehidának Kadmontól, ez az aztán van az alsó része nekudott de szágban. A felső része az nincs megszorítva, az alsó megvan. De minden a szakparcú feltől kezdődik, amit nagyon tiszta felosztása van, amely a parcú egyik fejt és másik fejt érinti. És akkor minden a jeszúthoz és alvanyához megy majd, és az onhoz, és hogy fog ezt segíteni nekünk? Úgy fog segíteni, hogy minden aspektusból, ami a teremtett lényben zajlik, egy bizonyos része meg a teremtőből, amivel ő képes együttműködni, és magamra vonja a fényeket, és közebb kell a teremtőhöz. És ezáltal gondoskodunk arról is, hogy az alsó rész megkapja a fényeit, amely kemény megszerzés, és nyilván majd föl kell emelkedni az Abdeliával együtt neki. Oké. Tehát a Rose de Sag, ugye a Peking magassága van egy szűrő, és az felemelkedik a Nikvainámhoz, és akkor majd ki fog derülni, hogy minden, és ez meghatározza mindent, ami történik innentől kezdve. Nem mondja rá. Csak azt tudja meghatározni, hogy mindentől lefele megy az ő helyénétől lefele. Tehát a gadott parcufjához és az alsó helyéhez nem tud mit csinálni, ez itt majd egy zivug jön, ami a gadott, az az is köze. Oké, de a parcát taburral út az egy eredmény. Minek az eredménye? A Nikveináin, ami történt. Nem. Igen, szóltam, hogy igen, aztán nem tudom, nem. A Nikveináim az egy eredmény. A tabur alatti parszának az eredménye. Ez pedig azt jelenti, hogy a cincum bet másik megszólítás van. Oké, na de akkor az összes döntés, amely Rose de Sagban születik, miről is szól? Tehát hívhatjuk a parcuf szág toknyának, de ez nincs megszorítva, hogy itt nincs szűrő se? Nem értem, hogy mire, melyik részre utazta, amit olvastunk. Amit olvastunk, tehát a Rose de Sagban van egy szűrő a Nikvainám magasságában, és van egy, és az a pársza a tabur alatt, igen. Tehát mindaz, amit itt leírt, amit megpróbálom megérteni, hogy kapcsolódik ehhez. Mi történik a Massac de Nikvainaimnál? Tehát nyilvánvalóan jön egy zivugdáká, a jeszút az kiterjed, ugye, a taburig, a tabur alatt pedig majd kiterjed a ketrevaima és a gágátá de zon, és az mind a párca aláhatol. Így van. Na, de ez azt jelenti, hogy minden, ami megtörténik, tehát itt semmi nincs, de a cincumben nincs szűrő. Ez a megszólítás fölött van, amit most, amiről beszélünk. Tehát ez a cincum okozza létre, de a cincum fölemel minden. Tehát a gágátá nem emel, bína. Az a betitlapsuttal ez nem lehet más, mint bína. Oké, na de idáig volt a szűrőben egy, a testben egy szűrő, amely meghatározott mindent, hogy hogyan történjen. Nem értem, mit magyarázzol, mondja. Tehát van a gágát a parcufja, és az abszág, ami tulajdonképpen a Massac de Gouf, amelynek eredményképpen a Massac de Roshoz felemelkedik a Massac de Gouf-nak a szűrője. Tehát ezen a módon ez nem működik tovább, de igen. Csak a szűrő az nem egy egyszerű probléma. Tehát
egy részem megkap rajta keresztül, egy részem nem kap meg. Tehát nyilván az a részem, amelyik megkap, az megszorított a tabur alatt, és az azt jelenti, hogy van egy része, ami nincs megszorítva, és az pedig a tabur fölött van. Amelyhez út? Kérdezi Danny. Igen. És szeretnék visszatérni és kérdezni valamit. A parcuf nevében, tehát mondjuk a parcuf megtisztul, mondjuk az ab megtisztul, majd pedig utána a szűrő felemelkedik a házéhoz, és akkor ami először megnyílik az aros. Miről beszélsz? A parcuf születésétől. Tehát amikor az ab megszületik, van egy szűrő, így van, a tabur Dádám Kadmannál a szűrő, az megmarad, és miután egy új vaskosság megújul meg benne, meg gimelbet, négyes álmas. Tehát nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy az apparcifél leereszkedik a megfelelő helyére. És akkor egy új rossz jelik meg a gimelbet. Oké, na az új zibug is. Igen, igen. Na, szketer opa bína, ugye? Ettől függ, hogy te hogyan osztod fel a parcufot. Tehát mondhatsz 10 filet, igen. Jó, tehát pont ezt kérdezem, tehát mert ha a rossz felemelkedik, akkor a guf kiterjed, és ez a kiterjedés okoz valamit, minden helyen a keter magasságáig megy föl, ugye? Hát ez egy másik dolog, amit most kérdezzel, mondja, vannak egy valami oldalon úgy érezted, mint a kapcsolódik, itt van néhány fogalom, amit meg kell értenünk, és nagyon sok új állapot, a keter, ez egy szféra, ez egy parcuf is lehet, és lehet az első kiterjedés neve is. Tehát nagyon sok terminológiai fogalom van, amely valójában azt jelzi, hogy a ketert kell legtöbbjelenség okának megnevezni. Oké, na de akkor itt teljesen válik és elkezd megtisztulni, igen. És akkor ez viszi őt el a legtöbb helyhez, ugye a megtisztulás. És akkor olyan szinteken meg, amik később megjelenek. Tehát az alsó, ugye a rossz az gár. És ennek semmilyen viszony nincs az, amiről beszélünk. Tehát ez az első 9 része a gufnak. Na most már összeszekever a dolgokat. Tehát nyilvánvalóan ezt nevethetjük első kiterjedésnek, keternek, de a megtisztulása az alsó 9 szférában ebben van. Tehát a keter az mindig 10 szféra? Hát igen. Oké, mondja a srác. De mivel úgy tűnik, hogy a keter felülre fereszkedik le, és akkor az alsó héj pedig mintha felülről, vagy alul fölfele emelkedne. Így van, a parcon belül ez így számít, de valójában ne próbáltuk meg összehasonlítani a ketert, egy másik helyből ketert, és az alsó 9 szférát, ami meg egy másik helyből lejjebb. Mert a különbözően itt azt jelenti, hogy a keternek és az alsó 9 szférának erre kell fókuszálni, mert a keter az valóban egy szféra, és akkor az alsó 9 szféra is megjelenik a rosszban, és a tokban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy rossz és guf, akkor talán a rosszod, mint keterhez kell viszonyulnunk, és az alsó 9 szférához. Utolsó kérdés, mondja a srác. Amikor mi azt mondjuk, hogy 10 szféra van a parcufban, a parcufnak van rossz a tok, és Sofia, tehát mi 10 szféráról beszélünk felülről lefele. Igen, 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 mondja Rav. Tehát van 10 arosban, és a gófban, és a szobban, ezeket ugye így oké, de akkor a nekudott az valami tök más, tehát ez egy hozzáadás. A nekudott, mondja Rav, az a fény távozása jön létre, ez a foltosok világa. Oké, de ez mindig akkor felől lefelé épül ki? Nem, alul a fölfele. Tehát a támim nekudottjainak a lényeg a szűrő ereje, amely össze van keveredve ezzel, ezért ezt nekododnak, annak a pontnak köszönhető, ahol a megszorítás belép minden egyes szférába, és akkor egy nagyon belső fényt megszorít minden egyes szférában, ahogy ne tudjon cincomot létrehozni, és ne építsen a nekododat. Oké, de amikor az egész parcufot nézzük, a teljes parcufot, hol találom meg a nekodottokat ebben? Tehát ez egy része az első kiterjedésnek, vagy egy hozzáadás az első kiterjedéshez. Tehát amikor én a szakparcufját nézem, Rav, a támim, az ízek és a bitus, ami a primér, tehát a belső fény és a külső fény között van, körülfény között, ez az, ami megadja a nekodott érzését. Tehát ezek olyan parcufok, amelyek a szűrő szül meg a tabur és a pek között. Tehát vannak a parcuf, van a parcuf, az megjelenik,
a Dalet, Gimel, Bet, Alef, Sores, az mindig öt parcufot jelentenek az ott világában. Oké, de amikor én látom, ami minden szinten megmaradt felülről lefele? Beleértve a rostok szofot? Beleértve. Igen. De ugyanakkor mindegyik külön-külön is megnyilvánul a hatása. Rav. Tehát ne tehát próbáltok flexibilisebbek lenni, ne betonozzátok le a koncepciókat. Tehát van egy limitált fogalmi hányad és név és rengeteg állapot. Oké, mondja Rav, nem megyünk tovább, itt abban.